garam kiszabadulva az északi vulkáni hegyek szorításából lelassítja lépteit, és a Kisalföldön találja magát. Nyugatról az Újbányai hegység folytatásaként a Dunáig alacsonyodó dombsor kíséri az útját. Alsó völgyének szívében őrzi Felső Magyarország kapuját az ősi léva, amelyet egyszer áldott, máskor megvert a sors keze, míg végül egy idegen államban találta magát. Ha valahol ezen a vidéken a kitelepítések és a lakosság csere gyökeresen átrajzolta az etnikai viszonyokat. A hegyek és a síkság találkozásánál húzódó nyelvhatár erőszakos délre tolásával Bars vármegye ősi színmagyar tájéka néhány évtized alatt elvesztette magyar többségét. Léva és környéke így egyszerre szól a kitelepítettek tragédiájáról, de az itt maradottak küzdelméről is. Az atomizált Mohiból indulunk, betérünk a vidék központjába Lévára, majd Hontvarsányi kitérő után Felső-Szecsén keresztül megyünk Zsemlérre. A Garam túloldalán Poszba-Kegyhelyén és Mária család kolostor romján keresztül vezet az utunk Farnadra. A Dimbes-dombos tájon átkelünk Nagyölvedre, hogy végül a kurta szoknyás barton zárjuk garammenti kirándulásunkat. Magyar falu Bars vármegyében. Van bora, fája, szénája, vízimalma, református anyatemploma. Amikor Fényeselek 1851-ben Mohiról írt, még egy volt a garammenti református magyar falvak között. Aztán eljött a szovjet hatalma, és a nagy csehszlovák tudósok éppen itt Mohinál találtak megfelelő helyet egy atomerőműnek. Egy falu, ráadásul magyar, ide vagy oda, mit számított, lerombolták Mohit. Kitelepítették az őslakosokat, kitörölték a garammenti népi kultúra egyedi színfoltját. Csak az ég és a föld, a templom és a temető maradt, no meg az emlékezet. A garammenti hátság Kisalföldbe olvadásánál épült fel a 13. század táján Léva erőssége. Ez a királyi vár sem állt ellen Csák Máténak. Majd Károly Róbert Bars vármegye székhelyévé tette. De Károberto és Léva kapcsán inkább egy szörnyű történet maradt meg az emlékezetben. Az 1330. év sötét vérfoltokat hagyott Léva vár falain is. Zács Felícián szigorú becsületességű főúr, Klára nevű leányát a királyné testvére elcsábítván, az elkeseredett apa karddal rohant Visegrádon az éppen ebédnél ülő királyi családra. A királyt megsebesítette, a királyné négy ujját levágta, s éppen a királyi gyermekeket akarta megtámadni, midőn berohantak az udvaroncok és felkoncolták a merénylőt. A merény iszonyúan toroltatott vissza a főúr gyermekein. Fiát lófarkon addig hurcolták, míg lelkét ki nem adta. Klára leányát irtózatosan megcsonkítva hurcolták meg a városokban. Idős bleányának pedig a lévai vár előtt fejét vették. Minek ide külső ellen, ha egymást kaszaboljuk, gondolhatták eleink. De azért a 16. században csak megérkezett a török. Megvívott Balassa Menyhértel és Túri Györggyel, míg Kohári István már életét adta a várért. Amikor Dobó István lett a kapitány, 1571-ben kastélyt építetett a vár alatt. A kurucok és a császáriak is viaskodtak érte, aztán eljött az idő, amikor már a fegyver helyett pénz is elég volt a megszerzéséhez. Az Eszterháziaktól a bécsi bankár Schöller testvérek vásárolták meg, de csak 1945-ig élvezhették a birtokot. Ahogy a vár alatt kialakult község is csak a II. Világháború végéig tarthatta magát magyarnak. Nincsenek már tömött padsorok a református templomban.
A katolikusok szemközti Szent Mihály templomában is sűrűsödnek a szlovák nyelvű szentmisék. Főhomlokzatán Szent László király rendületlenül őrzi a város megmaradt magyarságát, de talán néha egy könnycseppet is elejt, látva, hogy változott meg szinte felismerhetetlenségig a város arculata. Hogy vették át a hatalmat a történelmi városnegyedek felett a gombamód szaporodó panelházak. Csak a főtér, a hajdani Kossuth tér multidéző tablói, a városháza, a Calvin udvar és néhány megmaradt palota emlékeztet a magyar világra. Az aranysas hotelen már angol felirat vetíti előre a még újabb időket. Ne szépítsük! A város és környéke magyarságát a ki- és betelepítések és az asszimiláció alaposan megfaragták. 100 év sem kellett, hogy kiforduljon magából a világ. 1910-ben még Léva 90%-a volt magyar, mára arányuk 10% alá csökkent. A megcsappan, de kitartó közösség fontos támaszpontja a magyar irodalom kiválóságáról, Revicki Gyuláról elnevezett központ. Ürge László, Virt Jenő, Müller Péter és Ivkovics Péter számolnak be a hazajárónak a lévai magyarság küzdelmeiről. Próbáljuk azért itt tartani a lelket a megmaradt magyarokba. Habár kevesen vagyunk, 12 civil szervezet és intézmény működik. Tehát megvan az óvoda, bölcsőde épül, ugye magyar támogatásból, alapiskola van, gimnázium van, a Revicki társulás gondozza a Revicki házat, de rajtunk kívül még itt székel a Lévai Magyar Asszonyok Ligája, a Lévai Szent László kör, a cserkészek, a 46. Kittenberger Kálmán cserkész csapat. Mikor hadd néha nagyon szép számba jönnek, néha viszont elég kevesen, de mi örülünk minden egyes léleknek, minden egyes embernek, és ha itt vannak, és meg tudjuk őket örvendeztetni, akkor azt mondom, hogy ez tényleg érdemes csinálni. De ugye vannak még Lévának egyébként híres magyar szülöttjei. Igen, hát nem is egy, és mindegyik személyiséghez kötődik valami hely Léván. És sajnos ezek a helyek nincsenek megjelölve emléktáblával, és hát Léván sok emléktábla volt, sok elpusztult, összetörtek többet, és akkor azt találtuk ki, hogy gondolati emléktáblákat fogunk avatni, mert a gondolatot nem lehet összetörni. Amikor még lovagias küzdelmek zajlottak a Garam mentén, a 12. században épült fel az egyik legősibb falu, Varsány, Szent Annának szentelt temploma. Ahogy ballagott előre az idő, lassan szinte minden elpusztult körülötte, s az ódon épület, átvészelve az ordidőket, egyszer csak úgy találta magát, mint a vidék legrégebbi épített öröksége. Szinte csak az emlékeink maradtak Bors ispán ősi birtokán, Felső Szecsén is. Pedig ahogy a hatalmas 600 férőhelyes temploma is mutatja, Alsó Szecsével együtt virágzó magyar református falu volt. De csak volt, mert 1945-ben egyik napról a másikra menniük kellett a magyarok többségének, hogy helyükre szlovákok érkezhessenek. Zsemlért sem kímélték a bajok, de összeszorított fogakkal csak kitartanak még a magyarok. Szent László király tiszteletére szentelt katolikus templomuk 1805-ben épült. A történelmi emlékfal az egész felvidéki magyar sors jelképe. A hősi emlékmű tábláiból egyik kezdeményezője, a falu hű krónikása, idősebb Gubik László segít kiolvasni Zsemlér múltját. 1940. évit ennek a falunak ünnepeltük. És ugye, ahol vagyunk, a kitelepítettek emlékfala. Ezek az emberek voltak áldozatai első és a második világháborúnak. Na most akkor, amikor ez megvolt, akkor hát nyerünk, hát megérdemlik az a 28 család, 200-278 volt akkor a lakosság, amikor Csehországba vittek bennünket, és 106 személy. Hát így valahogyan segítjük ezt visszaemlékezni, hogy a múlt
nem úljon el. Át kell adni a fiataloknak, de éppen most rassacskán jön a kérdés, hogy hol azok a fiatalok. Hát ez az. Liberális gyerekek? Hát ennek ezt nem tud senki parancsolni most már. Ezt egyszerűen nem respektálják az időseket. Kutyát nevelnek gyerekeket. Kutya gyereket. Igen. Hát igen. Így vagyunk. 1849-ben a tavaszi hadjárat idején a zsemléri Garamhídon kelt át Görgei honvéd hadteste. Nyomukban mi is átkelünk a folyó túloldalára, a hátság dombjai közé. Erre vezetett a zarándokok útja is, a pálosok Mária családi kegyhelye felé. Úgy tartja az emlékezet, hogy poszba mellett az erdőben rendre megpihentek. Egyik alkalommal forrásra bukkantak, melynek vizétől csodálatos gyógyulások történtek. A csodák híre messze terjedt, így lett a korábbi pihenőhely, Oszba maga is a búcsúsok új úti célja. 1841-ben Kiskápolna is épült a csodakút közelében, ami később összedőlt, de Harris József esperes plébános buzgolkodására 1914-ben újraépült a hét fájdalmú szűzanya tiszteletére. Sőt, Harris József 12 esztendő múlva egy másik kápolnát is emeltetett, Szűz Mária szent neve tiszteletére. A hely varázsa feltölti a megfáradt testet és a lelket is. Ahogy Vágvölgyi Szilárd fogalmazott, a mai rohanó világunkban kell, hogy mindennapi gondjainkat lerakva, befogadóképessé váljunk a csodákkal telített benyomásokra. Talán sikerül a forrásvizének hatására ráeszmélni arra, hogy a csoda ott rejlik minden ember lelkében, s csak arra vár, hogy a búcsú kegyelme által feltöltődve kiteljesedjék. S mi alatt poszba a búcsúsok új úti célja lett, az eredeti cél a pálosok messze híres Mária családi kegyhelye magára maradt. A pálosok 1512-ben építettek az Alföld és a Felföld összeölelkezésénél a boldogságos szűz tiszteletére templomot és kolostort. A szerzetes rendek feloszlatása után menniük kellett, de pusztulását egy 1863-as villámcsapás okozta. Amikor Felvidék déli része 1938-ban visszatért, még voltak lelkes kezdeményezések az újjáépítésére, de az újabb elcsatolás megpecsételte sorsát. Így lett a remeték szerzetes rendjének temploma és kolostora, maga is árva remete. Ostorozta a sors az Úzmarába öltözött dombvidéket, de vannak helyek, amik csak még ellenállóbbá váltak a teher alatt. Ilyen Farnad is, ami már az erőszakosan délre tolt nyelvhatáron fekszik. Sziasztok. A falu határában egy helyi kis túra csapat, Kladek László, Hegedűs László, Molnár Szabolcs és Saróka Marián várnak minket. Nem veszetek el a nagy ködbe? Hát... Megteri falta, jó Isten. Megvolt rá az esély, de legalább az úz marad. Hát legalább ezt, készítettem elintézni. Készítettem nektek egy kis ajándékot, fogadjátok szeretettel. Nagyon szépen köszönjük. Mester munka. Köszi szépen. Ez nagyon komoly. Az igen. És Farnad határában vagyunk. Igen, üdvözlöm önöket itt Farnadon. Gyakorlatilag ez a Garammenti dombvidéknek a dél-nyugati nyúlványa. Egyik legszebb, legvadregényesebb zubat, csak hát most ez pont igen. A köd még nem ja, annyira látszik, hát de mégis az. Pontosabban az Ikladi hegyen vagyunk, Ikladi szőlőhegyen, és aztán innen indulunk el majd tovább. A Garammenti hátság lejtői, a Duna közelsége és a hegyláb vizes, mocsaras területei sajátos mikroklímát kölcsönöznek Farnadnak, ami kedvez a szőlőtermesztésnek és a borászatnak. Nem hagyhatjuk ki a borkóstolót, betérünk hát Stranyák Szabolcs pincéjébe. Mint tudjátok, Farnad egyéb más és a borairól is híres, úgyhogy
legyetek üdvözölve és kóstoljatok egészségetekre akkor. Köszönjük szépen. Egészségetekre. Egészségetekre. Farnad régisége egyben ostorozottságát is meghatározza. Hűséges, dolgos népének, tatár, török, labanc után is mindig volt ereje újrakezdeni. A második világháborúban is sok helybéli adta vérét a hazáért. Rájuk emlékeznek a fakeresztek a templom mögötti temetőben. A katolikus templom falán emléktábla is hirdeti a hősök halhatatlanságát. A falu központjában ma is áll a 48-as emlékmű, amit még Kossuth Lajos születésének 100. évfordulóján 1902-ben emeltek. De a múlt idézés után fogjunk most kezet azokkal, akik ma éltetik a magyar szellemet a karon mentén. A székely kapu a pezsgő magyar kultúraházához vezet. A Rozmaring asszony kórus éneke a ragaszkodásról mesél. De itt vannak a csibészek is. Az iskola zenekar tagjainak előadása már annak bizonyossága, hogy lesz magyar jövő is ezen a vidéken. Vátos, kicsi lovon, menjünk a csatáron, azért magyar huszároknak nyalk a csapatán. Ez most patkó alá magon, hátadon bőrnyerek, viszel csávó a fejemen, a kezemben. Vátos, vátos, kicsi lovon, hív a magyar zászló, menekül már az ellenség, a lélek kiszáll. Vátos, vátos, kicsi lovon, hív a magyar zászló, menekül már az ellenség, a lélek kiszáll. A nádas néptánc csoport tagjai már a szerves népzene világába vezetik be a hazajárót. Amíg szól a zene, az asszonyok helyi gasztronómiai különlegességekkel készülnek. A szenvedélyes hagyományápoló Nagyné Baka Ella szavaiból kiviláglik. Itt a hagyományos étel készítése nem csak a gyomorról szól, de annál sokkal magasabb rendű céljai is vannak. Hát a mi feladatunk úgy gondolom, hogy a mai korban az, hogy amennyire csak lehet élethűen, és igazmondóan megőrizzük azt, amit az őseink ránk hagytak. Úgy megőrizzük a magyar hagyományokat, mint a magyar szót. És természetesen ezt továbbadjuk, és mindannyiunknak az a feladata, hogy a gyermekeinknek minél többet ebből mi is átadjunk, ugyanúgy, ahogy mi ezt a nagyszüleinktől úgy kaptuk. Bárcsak mindenki így gondolkozna. Ennek így kéne lenni, mert én úgy gondolom, hogy sajnos ma már 12 után 5 perccel vagyunk. De azért nincs minden veszve, látjuk, hogy vannak még itt többen, akik tevékenykednek és őrzik a hagyományt. Igen, hála Istennek, vagyunk ilyen lelkesek egy páran. Mondjuk ezt a levest, amit most készítettünk, ezt mi disznótorkor készítjük. Ez egy ilyen speciális farnadi. Igen, ez egy speciális farnadi és környéke. Többnyire ezt a reformátusok készítették. Ez a kállamista leves. A kállamista levest, igen. Mi ezt elkészítettük, meg is lehet nézni kint egy nagy katlannal, ezzel vendégül is látjuk önöket, hogy kóstolja meg, hogy készül az itt. Ezek után már nincs más hátra, mint fityiszt mutatni a műhús és a műanyag ételek hamis prófétáinak, és jó közösségben, jó ízűen magunkévá tenni ezt az ízletes levest. Tessék közben szedni, jó étvágyat kívánunk, vacsorához mindenkinek. Jó étvágyat! Illik azért lemozogni ezt a nehéz ételt. Erre meg itt van a hátság dimbes-dombos erdős vidéke. Farnadi barátaink a Cakó erdő határában álló jellegfáig, a bandifáig kísérnek minket.
Az esztergomi érsekség régi birtokán nagy Ölveden is van mit meglátogatni. Itt van példának okáért a Szent Őrangyalok tiszteletére szentelt katolikus temploma 1735-ből. Nem csak a ma is működőképes régi traktornak, de az újonnan megnyílt tájháznak is csodájára járunk. Vencel Csaba gyerekkora óta gyűjti a régiségeket, és fontosnak tartja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a népi múlt hagyatékát. Ez mind a családi gyűjtemény? Ez a családi gyűjtemény. Úgyhogy Spatai családé volt, amikor ez a ház 1928-ban épült. Környékről, amit sikerült megmenteni, úgymond a pusztulástól összeszedtük. A berendezés, a bútorok nagy része eredeti, a családé volt. Én gyűjtöttem valamikor is a régi dolgokat, és úgy tartottam, hogy meg kell, hogy maradjon a jövő nemzedéknek, hogy meg tudjuk mutatni, hogy hogyan éltek valamikor az őseink. Hogy büszkék lehessünk rájuk, hogy ilyen körülmények között is, és meg tudtak élni. Tudják még, miről szól az igazi élet a Garammenti hátság déli végén, Barton is. Ha ránézünk a falu arculatára, nem gondolnánk, hogy a II. Világháború idején a község szinte teljes egészében rommá lett. Pedig a magas tornyú nagybarti templomot nem tévedés, 1960-ban szentelték fel, miután a háborúban elpusztult. Isten házával szemben a mívesen faragott székely kapu a temetőbe vezet. A garammenti harcokban, de Felvidék egész területén a hazáért elesett honvédeknek ad végtisztességet, a magyar katonai emlékhely. A kultúrházban a zsibongó közösség megnyugtatja a lelket. Úgy tűnik, Barton sem áll rosszul a magyarság színája. A közösségi élet mozgatói Zvoncsár Patrícia, Bartal Mónika és Brída Tivadar mesélnek a kurta szoknyás falu örökségéről. A Bartkösségnek közel 800 éves múltja van, és egy úgynevezett Barti Móricznak volt a tulajdona ez a község, majd 1240 táján IV. Béla király ajándékozta az egészet az esztergomi prépostságnak. 1918-ig a falu esztergomi érsekség alá tartozott. A töröknél becsapott? Török idők után két porta maradt épségbe a faluba, úgyhogy a falu nagy részét lemészárolták a törökök, vagy elhurcolkodtak a lakosok innen. De aztán a II. Világháborúban is hát a II. Világháborúban pedig a 95%-a teljesen elpusztult a falunak. Úgyhogy mivel itt 3 hónapig állt a front, és 2-szer, majd 3-szor is gazdát cserélt a falu, de aztán a 3. gazdacserénél már maradtak a szovjetok. És ha jól emlékszem, a kurtaszoknya is valahogy kötődik a törökökhöz, hogy rosszul tudom? De igen, jó. Törökök véget lett meg rövidítve a kurtaszoknya, mert hát a hölgyek dolgoztak a földeken, kapaltak, és hát az uraság akarta volna látni jobban a hölgyeknek a lábait, és így akkor megmondta, hogy le kell rövidíteni a szoknyának a hosszát. Hát a bartiak meg megoldották úgy, hogy meghosszabbították a pruszlikot, és legrövidítették a szoknyát, tehát meg lett a uraságnak a óhaja. Ügyes. Több alsó szoknyája is szokott lenni, itt lehet látni, és a szoknyát pedig tartsa a pofandli, a pruszlikra, ami rá van várva. És akkor a piros csizma, ami kopogója van neki a alsó részén, tehát ahogyan mentek a hölgyek, úgy kopogott. És a piros csizmának van egy jellegzetes tulajdonsága, hogy nincs jobbos és balos. Aha. Úgy készült, hogy mind a két lábra lehessen felhúzni, mivel az ember, ha megy, akkor a saroknak vagy a jobb fele, vagy a bal fele kopik, és hogy egyformán kopjon, akkor a piros csizmát tudták cserélgetni. És ma is él, és létezik, és virul, Bart, igen. Itt vannak a fiatal asszonyok. Igen, igen. És hogyha előttől készültek valamivel nekünk. Így van, akik itt láthatóak, azok a tavaly alakult nyugdíjas klubnak a tagjai, és amikor megalakultak, eltökélték, hogy a helyi hagyományokat fogják ápolni, és összegyűjteni, és átadni a következő generációnak. Úgyhogy most is készültek egy kis bemutatóval a népdal csokorból. Nagy Barti bíró úr udvarában, megakadt a szipém a rózsapában.
Magyar daltól zeng a garammenti bort. Az ének talán felhallatszik léváig, és azon túl a mohi temetőig is. Megnyugtatja a múltat, és utat mutat a jövőnek. Amíg magyarul szól a dal, és magyarul dobban a szív, addig él a remény a garammenti. Kivárom a zsebkendőben csíp, észre rózsásra, a nagy Márti legények bosszúját.